Köszöntöm kedves nézőinket! Az iskolák fölött épp szükséges voltáról Apáczai Csere János óta nem illik ugyan vitatkozni, de egy iskolát létrehozni az elmúlt években nehezebb volt, mint új pártokat alapítani. Pedig akár politikai, akár gazdasági reformok vannak készülőben, a szakemberképzés, a közoktatás fejlesztése kell, hogy az első lépés legyen. Úgy tűnt, hogy szinte lehetetlen vállalkozásba kezdett egy dél-dunántúli kis csapat, amikor hozzá kezdett a Balaton Akadémia szervezéséhez. Létrejött a Balaton Akadémiáért alapítvány, melyet az ország, de mondhatni a világ minden részéből segítő szándék kísér. Az ezer éves Árpád-kori faluban, Vörösberényben a Balaton északi partján egy jezsuita rendházban, melyet bérel az akadémia, vállalkozás, szervező, közgazdász, főiskolai képzés folyik magyar és külföldi diákok számára. Munkanélküli támogatásban részesültem, dolgoztam, német nyelvet tanultam, kint voltam Németországban. Egész más, én mégis vendéglátói pályára akartam lépni. És aztán mi lesz most, hogyha ezt elvégzed? Hát szerintem ugyanúgy maradok portás, mint ezelőtt. Gondolkoztam már elég is más dolgokon, amihez nekem ez a diploma szükséges, tehát mondjuk akár marketingre, lehet, vagy bármilyen reklám dolgokkal foglalkozni, és nekem erre szükségem lesz akkoriban, hogyha ezt elvégzem. Hogyha kikerülök innen a továbbiakban, talán annyira tudnám hasznosítani, hogy a szüleimmel már most is egy közös vállalkozásban dolgozunk. Mi az, amit? Egy környezetvédelmi vállalkozás pápai székhelyel. Talán ott tudom majd hasznosítani a marketing és a reklámban tanult ismereteimet. Nem csábított például benneteket az ide, hogy ide nem kellett felvételizni? Tehát ha megvan édesapáméknak vagy az önkormányzatnak a pénze, hogy támogat engem, akkor beiratkozom és kész. Hát biztos soknak befolyásolt tényező volt az, hogy nem kellett felvételizni, viszont szerintem nem azért járnak ide. Akik ezért jöttek ide, szerintem azok már mind el is mentek, mert első évben azért elég sokan mentek el. Szóval szerintem azért, akik ide jöttek, azok tanulni akarnak, és végül is itt tényleg sokrétű dolgokat tanulunk meg. Tehát éppen olyan szigorúan bánnak itt az emberekkel, mint akik felvételiznek valahol, és nagy nehezen bekerülnek. Még ha lehetne fokozni, akkor még talán szigorúbban is. De talán ez a jó benne. A Balaton Akadémia céljai szerint a vállalkozás szervező közgazdász képzést akar nyújtani. Ma még ilyen diplomát Magyarországon nem adnak ki. A főiskola akkreditációja folyamatban van, 93. augusztusa óta a minisztérium pártolólag terjesztette ezt az Országos Akkreditációs Bizottság elé, és a törvény szerint a bizottság véleményétől függően kerül majd a magyar parlament elé. Most addig is, miután mi tanítunk és dolgozunk, a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola, akik informatikus mérnök végzettséget adnak, sietett a segítségünkre, és annak az egyik kísérleti központjaként dolgozunk, és a gyerekek így tanulnak. Nappali tagozatos képzésbe 36-38 kötelező órával, a tanároknak egy kis része főállású, heten vagyunk főállású tanárok, és 75 vendégtanárunk volt az elmúlt másfél évben. Honnan? Jósernő professzor a kanadai Concordia Egyetemről, Montrealból, a filozófia vezető tanára, Jósernő professzor a Yale Egyetemről, Szőlősi Árpád a svájci kormány bank tanácsadója, a nemzetközi pénzügyek tanára, de Pete Ferenc tanár úr, aki itt latint és németet tanított, Bázelból jött haza tanítani, Budapestről, a Jogtudományi Egyetemről Samu professzor az általános jogelméletről, a Veszprém megyei bíróság alelnöke beszél azokról a tudományokról, amelyek a gazdasági joggal kapcsolatosak, de például Hajdúmaros József tanár úr Románia tájföldrajzáról, illetve Ukrajna tájföldrajzáról itt egy egész kutató műhelyt szervezett. Tehát ezeket az embereket már önöknek sikerült megnyerni, sikerült ennek a célnak megnyerni. Vajon mennyire kell még harcot vívniuk szűke pátriánkban? Én azt hiszem, hogy hál' Istennek mindenütt nyitottak a megyei vezetők is, és az önkormányzatok vezetői is. Én azt remélem, hogy majd Somogyba, tehát a Balaton déli partján is hamarosan lesz a Balaton Akadémiának egy kampusza.
Azt hiszem, hogy mint minden szokatlan dolognak, meg kell birkóznia egy kedvezőtlen jogszabályi környezettel. Magyarországon a community college-oknak, tehát a regionális főiskoláknak a rendszere eddig még nem működött. Tehát a törvény ma erre, hogy ilyen típusú felsőoktatási intézmények is létrejöjjenek, eddig nem adott lehetőséget. Németh Magda, aki Kanadában 30 éven át Community College-ban tanított Torontóban, a Németh László legidősebb lánya, aki az akadémia tanácsának az elnöke, például olyan tapasztalatokat hozott haza, amelyek az ottani felsőoktatásból magyar viszonyok közé átültethető lenne, és hogyha én azt mondom, hogy itt Illyés Gyulának, Keresztúri Dezsőnek, Németh Lászlónak volt álma, hogy ebben a térségben ilyen kis eklésiákat teremtsenek, kutatóműhelyeket diákok számára, tanulásra alkalmat teremtsenek, akkor azt mondom, hogy megvannak ennek az álomnak a hazai megfelelői is. Mi minden esetre akkor, amikor köröttünk mindenki a politikába vetette magát, és az értelmiségnek egyik része, a politizáló értelmiség azóta bebizonyosodott, hogy nem mindig a legjobban vizsgázott, addig mi néhányan pártalapítás helyett iskolaalapítást kezdeményeztünk. Mi 10 000 forinttal indítottuk el ezt az alapítványt, és 20 millió forint fölött költöttünk eddig az oktatásra, és én azt mondom, hogy 4 000 órát tanítottunk eddig, és az a 80 diák, aki ide jár, az most már letett a másfél év alatt legalább 15-20 vizsgát. Olyanok, akik nem fogadtak be más felsőoktatási intézmények. 17-en állami nyelvvizsgát tettek már közülünk, tehát jó reményünk van arra, hogyha mi minimális állami támogatást kapunk, és békébe hagynak bennünket, akkor mi diplomát fogunk tudni osztani másfél év múlva. Az elmúlt években Dél-Dunántúlon is sokan kerültek kilátástalan, reményvesztett helyzetbe. Munkahely vagy szakmaváltásra kényszerültek, és az volt a legszerencsésebb, akinek ez megadatott. A többség felkerült a munkanélküliek listájára. Megtörtek lélekben, sértve emberségükben, konfliktusba keveredtek önmagukkal, környezetükkel, családjukkal. A Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztési és Képző Központ reménykeltő lehetőségeket kínál. A képzőközpont kiknek és milyen szolgáltatást tud nyújtani? A képzőközpont alapprofilját tekintve elsősorban szakképző kurzusokat bonyolít, munkanélküliek számára, munkaviszonyban lévők számára, és akár a munkáltatók alapvető és megfogalmazott igényeire. A képzéseken kívül azonban egyéb szolgáltatásokat is nyújt, mint például személyiségfejlesztés, karriertanácsadás, álláskeresés és állásközvetítés. A munkaerőpiacon tehát olyan szolgáltatásokat kíván nyújtani a képzőközpont, amely egyértelműen növeli az esélyt mindkét fél, tehát a munkáltató és a munkavállaló számára is, hogy a munkaerőpiacon minőségének megfelelően tudjon részt venni. Örömmel mondhatom, hogy most már tulajdonképpen a központunk nem az iskola a város szélén, hanem egy olyan intézmény, amely lassan beépül a térség munkáltatóinak tudatába, és természetes partnerként jelentkezik, hogyha valamilyen képzési igényük van. De személyes és egyéni ügyfelek és egyre többen keresik meg az intézményt információkérés szempontjából személyesen és telefonon is, és egyre többen tudják, hogy itt folyamatosan és állandó jelleggel a partnereink rendelkezésére állunk. Mit jelent a regionalitás? A regionalitás azt jelenti, hogy a képzőközpont gyakorlatilag 3 megye ilyen irányú igényeit képes és kívánja lefedni. Ezek Somogy és Tolna megye, illetve Baranya megye, de természetesen amennyiben erre igény van, akkor akár távolabbi térségekben is képzéseket tudunk biztosítani. Ha a munkaügyi központokhoz elmegy a munkanélküli, vagy a pályát változtatni szándékozott információt kaphat, ugyanígy megkaphatja itt is. De azt hiszem, nagy még a tájékozatlanság. Ebben hogyan kívánnak előrelépni? Nagyon igaza van, és ebben nagyon nagy lépést
jelent, az a Magyar Televízióban induló új sorozat, amely a képzőközpontok és a munkaügyi minisztérium segítségével jött létre. Akkor ez kölcsönösen a reklám helye, akkor mikor indul ez a műsor és milyen szándékkal? A műsor első adása gyakorlatilag január 30-án lesz, és utána 8 részben mutat be munkanélküliek és munkáltatók számára hasznos ismereteket. A célja elsősorban az, hogy tájékoztatást adjon arról, hogy milyen lehetőségek vannak Magyarországon a munkaügyi intézményrendszer, az aktív foglalkoztatási eszközök segítségével arra, hogy a munka világába vissza lehessen térni. Másrészt pedig lehetőséget és segítséget ad abban, hogy mik azok a viselkedési formák, amellyel eséllyel és jobb eséllyel indulhatunk a munkaerőpiacon. A sorozat címe Nem adom fel. És azt, hogy valaki ne adja fel, ezt azzal is erő szeretnék segíteni, hogy a sorozattal egyidejűleg megjelentek munkafüzetek, amelyek a távoktatási program részeként az adás tartalmát dolgozzák föl. Ezek a füzetek a képzőközpontokban, illetve a munkaügyi központban megrendelhetők, és nagyon hasznosan segítik, hogy valaki valóban felkészüljön erre az élethelyzetre, és önmaga személyiségét fejlesztve egy sokkal pozitívabb képet alakítson ki. Ezek a műsorok újabb kérdéseket generálnának a hallgatókban, nézőkben. Hova fordulhatnak? Minden adásidő alatt, de természetesen azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy adásidőn kívül is információs és konzultációs központként működnek a képzőközpontok és a munkaügyi központok. Minden alkalommal az adás témájának megfelelően föl lehet tenni a személyes és konkrét kérdéseket, és esetleg segítséget, információt tudunk nyújtani. Szerencsére egyre több az olyan helyi kezdeményezés, amely ugyan nem biztosít tömeges foglalkoztatást, de jó néhány embernek biztos a munka, a megélhetés. Egy pécsi székhelyű cég, melynek termékei már világszerte bizonyítottak, Pécs környéki és komlói munkaerőt foglalkoztat. A többségi tulajdonú cég a kizárólag sport célú ejtőernyőinek köszönheti jó hírét. Több európai és világbajnokságot nyertek már az általuk készített ernyőkkel, sőt idén a világ összes ejtőernyős iskoláját is termékeikkel kívánják ellátni. A kiváló minőségnek köszönhetően megnőtt a kereslet munkájuk iránt, ám ez a lehetőség a világszínvonal és vezetőhely megtartására is kötelezi dolgozóikat. Állandóan szem előtt kell tartaniuk, hogy termékeik minősége életet jelent, ezért munkatársaik anyagi elismerése is a minőség alapján történik. Az új feladatoknak a korábbi szezonális munkával már nem tudnak eleget tenni, ezért a folyamatos gyártásra álltak át. Kialakították az új műhelyeket, és megteremtették a megfelelő munkafeltételeket. Jelenleg hány alkalmazottjuk van? Jelenleg 70 és 80 között van, ami ennek a hónap végén kb. 100-ra fog emelkedni. Ez azt jelenti, hogy munkaerőt várnak? Azt jelenti, hogy munkaerőt várunk, naponta jönnek bemutatkozni, és aki úgy nagyjából megfelel, fel is veszi. Milyen munkára várnak elsősorban jelentkezőt? Elsősorban varni tudókat, minél jobban tudnak varni, annál jobb, és főleg a minőségről van szó. Tehát nincs nálunk mennyiség előírva, egy bizonyos elvárás van, az természetes, de lelkiismeretes munkatársakat várunk, aki tudják azt, hogy az ő munkájukon emberi élet függ, hát ténylegesen, mert aki a mi ernyőnket használja, azon az ernyőn lóg, és hát azt nem szabad elfelejteni, és úgy kell dolgozni. A munkaerőt hát most leginkább Komlóról várjuk, mivel ott több cég bezár, sőt egy cég, a több mint 200 embert el fognak bocsájtani. Onnan várjuk, és ez valahogy szociális gondolkozás is rólunk, hogy ahol a legnagyobb baj van, ott próbálunk segíteni. Úgy tudom, még olyan szolgáltatásokat is ajánlanak, hogy például ide szállítják a dolgozókat. Igen, ez február 1-től valóra válik nálunk, tehát azt jelenti, hogy Komlóról ide az üzemig minden nap a dolgozókat ingyen elhozzuk és haza is visszük munka után. A munkavállalóknak egy nagyon
mondjuk jó hangulatos és tiszta, modern munkahelyet tudunk kínálni. Azt tudjuk kínálni, hogy nagyon megbecsüljük azt, aki minket megbecsül. Jó fizetést tudunk kínálni, ami átlagon felül van. Aki nagyon jó, meg tudja nálunk a napi 1400 forintját is keresni, és az tényleg átlagon felül van. Hosszú távon tudunk munkát biztosítani, és mondjuk igyekszünk a munkakörülményeket mindig javítani. Mi az önök üzletfilozófiája? Hát az üzletfilozófia elsősorban a minőség, másodszorban a humanitás, és harmadsorban, ahol élünk, ott próbálunk üzleteket kötni. Tehát most itt Pécs környékén és Baranyában. Nem kínálkozik hasonló lehetőség, ott mással próbálkoznak, például pályázatokkal, mint Balatonszabadiban. Persze a dolog nem egyszerű, hiszen az embereknek el kell fogadni, át kell értékelni, hogy valamennyien egyformán fontos munkát végzünk. A közmunkát sok helyütt szégyenérzettel vállalják, ha vállalják. Balatonszabadiban megszűnt az ellenérzés. A munkanélküliség országosan nagy problémát jelent ma Magyarországon, és úgy tűnik, hogy sem a várost, sem a falut nem kiméli. Balatonszabadiban jelen pillanatban hány munkanélküli van? Balatonszabadiban 40 munkanélküli van. Ezek közül, hála Isten, sikerült 10-et alkalmazni a községnek a munkahelyi központon keresztül. Hogyan sikerült ezt véghez vinni? Volt egy pályázat hirdetése a Somogy megyei munkahelyi központnak. Álltak 16 ezer forintot fejenként az önkormányzat részéről, úgy éreztük, hogy nagyon kedvező, és megpályáztuk. És megnyertük. Megnyertük, hála Isten, nagyon jó munkahelyi központtal a kapcsolat az önkormányzatunknak. Itt természetesen azokat az embereket lehet foglalkoztatni, akiknek már a munkanélküli segélyre való jogosultságuk lejárt. Ezzel a pályázattal igen, ezek az emberek itt nálunk voltak 5900 forintért alkalmazva, ezért nekik is kedvező volt, és emberileg valahol érzelmileg is helyre lett téve az az érzés, hogy munkához jutottak, és a jövedelmük is, hát ha nem háromszorosa, de kétszeresénél több lett így. Egyszerű volt őket meggyőzni és rászorítani erre a közmunkára? Mindegyik ember öntevékeny, szorgalmas, fizikai munkás. Ön hogyan lett ennek a kis csapatnak a vezetője? Hosszú ideig én is munkanélküli segélyen voltam, tehát munkanélküli voltam, és tulajdonképpen a polgármesteri hivataltól rákényszerültem én is arra, hogy munkanélküli járadékot kaphassak, ami az előbb említettek szerint 5900 forint volt. Hát azt tudjuk, hogy ebből megélni hát semmiképpen nem lehet. Kerestem ugyan a lehetőséget a képzettségemnek megfelelően elhelyezkedni, miután gépésztechnikus végzettségem van, de siófoki viszonylatban műszaki embereknek egyre nehezebb az elhelyezkedés, és ekkor jött ez az ajánlat, hogy a pályázatot a polgármester úr megnyerte a munkahelyi központnál, és kell egy vezetője ennek a kis csapatnak, akik vállalják ezt a faluszépítő, vagy lehet sokféleképpen nevezni ezt a munkát. A munkanélkülieknek tulajdonképpen egy stresszen nem kell átesni, de azon esnek át sajnos.
És előfordult elég sok kollégánál, hogy elkeseredett, kedveszegett emberek voltak. Miután fel lett ajánlva a fő munkaidőben a pályázat kapcsán ez az állás lehetőség, kérdéses volt az, hogy össze lehet-e fogni ezeket az embereket ezek után. 9 fővel indult ez a kis brigád, és a mai napig egy sem esett ki belőle, annak ellenére, hogy a faluban voltak olyan hát megjegyzések, hogy nem sokáig lesz együtt ez a kis brigád, úgy ítélik meg. Egy kollégánk van betegállományban sajnos, de a többiek azok végzik a munkájukat. Vannak köztük szakmunkások is, 1-2, és hát képesek megfelelő irányítás mellett arra is, eddig is volt rá példa, de később is, hogy szakirányi munkát is elvégezzenek. A falubéliek hogyan fogadják azokat az embereket, akik a közmunkákban vesznek részt? Először nehezen fogadták, és úgy gondolták, hogy majd nem fognak dolgozni, nem lesz érdemes velük fesződni. Rácáfol minden egyes ténykedésük. Ha más nem nézek a közteleteken a rendcsinálás, az is már mutatja a munkájukat. Még ha lesz egy kis javulás, nagyobb lesz a munkafegyelme, a munkabeosztásnak a betartása, akkor itt úgy gondolom, hogy teljes értékű, rendes emberek lesznek. Nap mint nap tanúi lehetünk annak, miként küszködik az egészségügy a szűk anyagi lehetőségekkel. A komlóiakat a svájci Burgdorfban működő kórház segíti egy együttműködési megállapodás alapján. Ez a kapcsolat azonban több annál, mint hogy a szegény rokon kap, hiszen ők is adnak. A két egészségügyi intézmény kapcsolata még az elmúlt év tavaszán kezdődött, amikor dr. Bodoki András a Burgdorfi Kórház főorvosa Komlóra látogatott. A svájciak meghívásának köszönhetően 3 tagú orvosdelegáció tanulmányozhatta a minden tekintetben jól felszerelt intézmény munkáját. A tapasztalat csere azért is biztató, mivel sok tekintetben hasonló a két kórház működése. A kórháznak a szervezeti felépítése és a területtel való kapcsolata az nagyon hasonlít a jelenlegi önkormányzati rendszerünkéhez, és ők ezt ismerik, szorosabb kapcsolatban is vannak a területtel, a területi önkormányzatokkal, az ottani önkormányzatokkal, és itt biztos, hogy rejtett tartalékokat fel tudják hívni a figyelmünket, és segíteni is tudni, és erre ígéretet is adtak. Még a gyerekgyógyászatról szeretnék annyit említeni, hogy az nagyjából ugyanazon a szervezeti struktúrán épül, ahogy mi itt nálunk Komlón is ma évek óta megcsináltuk, hogy a szülő az bent lehet a gyerekével, ha akar, és mivel ott is a gyerekosztálynak a beteg forgalma általában, mint világon mindenhol, ha jó a szakmai területi ellátás, akkor a kórházba érthetően, hogy kevesebb beteget kell gyereket beküldeni, ott is az van, hogy a kórházi osztály a profilján változtatott, ők is pontosan úgy, ahogy mi csináljuk, hogy egy gyerekfülorgégészeti részleget a gyerekosztály hoztak létre. A tapasztalatokon túl konkrét eredményekkel is tértek haza. Igen, hát mivel a kórházban itt rekonstrukció alatt állunk, érthetően a sebészeti osztály, illetve a sebészeti műtők irányába érdeklődtünk, kaptunk is segítséget a sebészeti osztálynak, illetve műtőnek kis kézi műszerekkel térhettünk haza, ami egy részét természetesen használhatjuk, ami motoros felszereltségi, az pedig hát bevizsgáltatás alatt áll. De legfontosabb az volt, amire biztos ígéretünk van, hiszen meg is mutatták, hogy egy műtőlámpát és egy műtőasztalt fogunk kapni, ami úgy műszaki értelemben 1,5 millió forintot tenne ki, és ezt majd február hónap folyamán, hogyha meg tudjuk oldani, akkor kimegyünk érte és szeretnénk beszállítani. Mi a jelentősége a komlói kórház életében ennek az együttműködésnek? Hát azon túl, hogy segítenek bennünket, de ezt nem elsősorban szeretném tartani, hanem fiatal szakorvosokat küldenénk ki nem egy-két napra, hanem 1-2 hétre oda intézménybe, tapasztalatcserére, és ezt ugyanúgy viszonoznák. Ők, mi is fogadnánk, mert hiszen azért mi is tudnánk mutatni
szakmailag már itt a kórháznak a szakember ellátása az tényleg nagyon jó biztosított, hiszen a pécsi egyetemekről kerülnek, itt kerültek ide. Ez a közeljövőnek, tehát már ennek az évnek a tematikájában is szerepel. Nagyon fontos, hogy a hazai kapcsolattartáson kívül, még hogyha ilyen kis kórház is vagyunk, azért a nemzetközi kapcsolat, nemzetközi ismeretség és éppen a fiatal orvos társadalommal, akik hát tényleg nagy lemaradások elé nézhetnének, ez egy kitekintés, nem ahogy szokták mondani Európa felé, de kitekintés a megyén kívüli régióra is. A közelmúltban levelet kaptunk a Tolna megyei Döbrőközből. Hívtak, látogassunk el nemrég alakult nyugdíjas klubjukba, mert ott valami olyan történik, amire az elmúlt 40 évben nemigen volt példa a településen. Általuk megmozdult a falu, újra élednek a régi hagyományok, ezzel együtt az emberi kapcsolatok is. Szívesen tettünk eleget a meghívásnak. Az ott készült felvételekkel búcsúzunk, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A mi kedvünkért vették fel ezeket a nagyon szép ruhákat, de hát valamikor ez mindennapi viselet volt. Igen, ezt hordtuk már lánykorunk óta, édesanyámék is ezeket a ruhákat hordták, úgyhogy ezért jött ez az ötlet asszonytársakkal együtt, hogy újítsuk meg, elevenítsük föl a régi néphagyományt. És nagyon örülünk neki, hogy föl tudtuk újítani, és nagyon szeretnénk, ha fiatalok vinnék tovább a hagyományt, ápolnák, nem hagynák abba. Megszámolta már, hogy hány alsó szoknya van a feleségén? Alsó szoknyát pendelnek mondják. Számolgattam én már többször, de nem vagyok vele eltelve, azaz mindig számolgatnám, ha tudnám még tovább is. Azt mondta nekem a riport előtt, hogy mindig az volt a vágya, hogy Istenem, csak egyszer látnám az asszonyokat ebben a ruhában. Újból, vagy a misén, vagy egy ünnepnapon. Hát ez most valóra vált. Örülök neki, hogy ez a népi hagyományba öltözött menyecskék nagyon szépek, és én is avval vagyok, hogy adjuk át a fiataloknak, hogy azok is viseljék. Ezek a ruhák a szekrény fiából kerültek elő, vagy már ezeket úgy varták? Hát az már régebben volt, és néha jöttünk is, de azért nagy részben a régből, úgyhogy így történt. Hány embernek van ilyen most a faluban? Hát meg lehet számolni könnyen, nem veszik elő, ha még van is, nem mindenki veszi elő, hanem inkább nem foglalkozik vele, hanem egy néhányan, mink akik összefogunk, igazán összefogunk, azért álltunk ide most is. Na de hát kezdték hányan is, és aztán jöttek a fiatalabbak. Igen. Az idősek klubja kezdte először, az ő ösztönzésükre léptünk be tulajdonképpen, mi fiatalabbak is, hát nem sokan még, de bízunk abban, hogy talán majd a most felnövekvő gyerekek, akikkel már táncolunk, talán tovább viszik, folytatják. Pirosban a lányi korozzát Tavaly évben egy pályázatot nyertünk a Művelődési Ház részére, amiből a gyerekeknek és az együttesnek tudunk ruhákat vásárolni. Hát szeretnénk a kislányokat is ugyanúgy felöltöztetni, mint ahogy mi. Lehet, hogy sok pénzt kell még hozzágyűjtenünk, de igyekszünk, hogy sikerüljen az utánpótlásnak is ugyanezt előteremteni, mint nekünk. Elővettük a Tolna megyei népdalokat, mivel saját a falura vonatkozó kivondottan hivatalos döbrőközi nóták, dalok nincsenek, ezért a Sárközhöz, a Pilishöz vagyunk közel, és ezeket a Tolna megyei dalokat vettük elő, ezeket próbálom átadni én, amiket tanultam, és hát főleg a régi dalokat, csárdásokat pedig egymástól tanuljuk meg. Vasárnap délutánként jövünk össze, és akkor próbálgatunk, énekelgetünk. Kinek mit jelent ez a közösség? Azon túl, hogy őrzik a hagyományokat, és ide csábítják a fél falut, amikor egy-egy ilyen összejövetel van. Nagyon szeretjük, és örülünk neki, hogy újra föléled a közösség, és szeretjük az embereket,
akkor jönnek közénk, megbeszélünk sok mindent, régi dolgokat, amiről, ami volt régen, és elbeszélgettünk, és nagyon örülünk neki, hogy jöhetünk. És tudomásom van arról, hogy 40 éve körülbelül semmi nem volt a faluba, és most megindult valami a falu közösség, a nép között szinte egymásra nézünk azért, hogy mit tehetünk azért, hogy a régi hagyományokat ápoljuk. Nagyon örülök annak, hogy tényleg a mai világban a televízió mellől ki tudnak mozdulni az emberek, és találkozunk, és együtt beszélgetünk, és a gondokat, bajokat egy kicsit átadjuk egymásnak. Én azt látom a legnagyobb eredmények, amikor megmozgatok 15-20 gyereket, és ővelük rögtön megmozdul 15-20 nagymama, anyuka, és tényleg olyan szépen a korosztályok összejönnek, és jól érzik magukat együtt. Hát én csak azt tudom mondani, azért jöttem ide, egy éve működött, na, és utána szólítgattak, hogy jöjjön, és jöttem, mert a szeretetre vágytam, egyedül élek, és az a kis közösség földobott, és jól érzem magam itt köztük, mert csak hogy csillog a szeretet felé mindenkitől.